Kedden megelőzésképpen 22 sertést pusztítottak el a bodrogközi Örösben. Ezeket a családi házaknál nevelt állatokat gazdáik az afrikai sertéspestissel fertőzött sertés 3 kilométeres körzetében, az úgynevezett védelmi zónában tartottak. Örösben vértesztek bizonyították egy elhullott, háztáji gazdaságban nevelt haszonállatban a vírust. Az esetről az Agrártárca a múlt héten csütörtökön tájékoztatott. Vérmintát vesznek minden egyes állattól, majd elektrosokkot kapnak. Ezen az örösi udvaron egy kant és 10 malacot kellett megsemmisíteniük a szakembereknek. Semmilyen klinikai tünetük nem volt. A gazdasági udvar azonban, amelyen tartották őket a vírussal fertőzött gócponttól, csupán néhány méterre található. Hasonló sors várt a településen legalább 22 sertésre. Len obec strážne patrí do ochranného pásma, obec strážne bola i tieto chovy. Žiadny veľký tu nie je, v podstate sú to také klasické, ako vidíte, domové chovy, vytyčené ako kontaktné chovy. To sú chovy, ktoré sa z preventívnych dôvodov zdepopulujú, lebo vírus je tu niekde, všade, možno okolo nás, tak aby neprepukla. Az elpusztított sertések vérét különböző laboratóriumi vizsgálatoknak vetik alá. Az első Szlovákia területén kimutatott afrikai sertéspest is a múlt héten bukkant fel Örösben. A régióban már régóta fenyeget a kór. Az államhatárokon túl a vaddisznóknál mutatták ki a házi sertésre is végzetes vírust. Sokan Örösben az esetek felbukkanásának hírére levágták a sertéseiket. Az állategészségügyi szakemberek a méhűtőben tartott húsból is mintát vettek, azokat is vizsgálatok alá vetik. 10 km-es körzetben viszont egy ilyen megfigyelés alatt álló övezet alakult ki, ami érint körülbelül 14 községet. Az ő esetükben arra van az fontos, hogy úgymond figyeljék a esetleg kiúró gyanús eseteket, és ez alapján fog majd eldőlni, hogy is tovább. A védelmi zóna fokozott felügyeletét 45 nap után visszavonják, feltéve, ha nem találnak újabb esetet. A sertéspestis emberre nem ártalmas ugyan, a fertőzött állat húsa azonban fogyasztásra nem alkalmas. Az ilyen húsból készült húskészítményekben akár egy évig is benne marad a vírus, vélik a szakemberek. A sertéspestis megjelenése kedvezőtlen hatással van a kereskedelemre. Tretie krajiny a ja od rána tu rokujem s Čínou, už v piatok pre Slovensko vydali opatrenie akýkoľvek dovoz živých zvierat, teda ošípaných mesa a mesových produktov sa zo Slovenska ako takého, teda z celej krajiny zakazuje. Az afrikai sertéspestis lapangási ideje 3 és 19 nap között van. A vírussal fertőzött állat étvágytalan, hőemelkedése, hasmenése van, véraláfutások vannak a bőre alatt. A hivatal arra figyelmeztet, regisztrálja be mindenki a sertését, aki háztáji gazdaságban ilyen haszonállatot tart, illetve amennyiben bármelyiket a tünetek közül észleli a sertésnél, azonnal jelentse azt az állategészségügyi szervnek. A szaktárca kártérítést ígér azoknak a gazdáknak, akiknek a sertéspestisben elpusztult haszonállata regisztrálva volt.